mi tevékenységünk az eddig elhangzottak közül inkább a K-monitorhoz, mert az hozzá némileg közelebb, annyiban, hogy a mérték sem egy olyan szervezet, amely maga tartalmat állítana elő elsősorban, tehát mi nem újságírói tevékenységet végzünk, bár a mértéken belül működnek újságírók. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatjuk ezt a egyébként viszonylag új civil szervezetet. A mérték a működését 2011-ben kezdte meg, éppen most vagyunk 2 évesek ebben a hónapban, és ehhez képest azt gondolom, hogy viszonylag sok olyan eredményt tettünk közzé az elmúlt 2 évben, amelyek sokak számára érdekesek lehetnek, akik mondjuk nyomon követik a magyar nyilvánosságnak a működését. Mi is ez a mérték média elemző műhely, vagy mérték média monitor, ahogy az angol nyelvű nevünket használjuk. Mi magunkat alapvetően egy watchdog és think tank szervezetként definiáljuk, ami abban áll, hogy nyomon követjük azokat a hatásokat, amelyeket a média törvény, a média piacra, az újságírói magatartásokra, a megjelenő tartalmakra gyakorol, és megpróbálunk olyan alternatívákat felmutatni, amelyek a jelenlegi médiapolitikai helyzetből egyszer majd egy megfelelő pillanatban kiutat jelenthetnek. Tehát mi elsősorban nem saját tartalmakat állítunk elő, nem tartalomszolgáltatóként működünk. Azt szeretnénk, hogyha az általunk készített elemzések, jelentések azok a lehető legtöbb helyen meg tudnának jelenni. A mértéket tulajdonképpen ötlet szintjén is az Open Society Foundation, az Open Society Institute kezdeményezte 2011-ben, amikor ugye viszonylag széles körű európai, sőt világszerte kiterjedt vita zajlott az elfogadott, akkor éppen frissen elfogadott magyar médiatörvényekről. Ezek a médiatörvények váltották ki tulajdonképpen ennek a civil szervezetnek a létrehozását is, mégpedig abból a megfontolásból, hogy sokan gondolták úgy, hogy ugye létrejött egy új médiahatóság, ez a bizonyos médiatanács, amelyről tudhatjuk, hogy tagjait kizárólag a nagyobbik kormánypárt delegálta, tehát amelynek a működésével kapcsolatban mindenképpen megfogalmazhatók félelmek és aggályok. Meg kellene nézni, hogy a gyakorlatban ezek a félelmek és aggályok, amelyek egyrészt a hatósággal szemben, másrészt a törvény egészével kapcsolatban nagyon széles körben megjelentek, ezek mennyire válnak valóra. Az elsődleges feladatunk az lett volna, hogy a hatóság működését monitorozzuk és elemezzük. És aztán, ahogy a gondolkodás tovább haladt ezen a felkérésen, szerencsére nyitottság volt arra, hogy ennél egy kicsit szélesebb körben vizsgáljuk meg, hogy mi is történik a magyar média rendszerben ennek az új média törvénynek a hatására, hogyan reagálnak erre az újságírók, hogyan reagál erre a média tartalom, mi történik a média piacon. Ez szélesebben nézve sokkal izgalmasabb kérdés, mint pusztán annak a vizsgálata, hogy a média hatóság, a média tanács milyen döntéseket hoz. És hamar kiderült, hogy valójában a média törvények önmagukban egy szeletét jelentik annak a média politikának, amely a magyar nyilvánosság szempontjából egy nagyon jelentős visszalépést hozott az elmúlt 3 évben. Végső soron nem is pusztán a törvény és nem is pusztán a média hatóság működése az, ami káros hatást gyakorol a nyilvánosságra, a médiapiac szerkezetére, hanem egy ennél sokkal szélesebb és éppen ezért sokkal nehezebben megfogható számos informális eszközt, nem jól látható nyomásgyakorlást magában foglaló médiapolitika az, ami ezeket a negatív következményeket gyakorolja a médiarendszer és a nyilvánosság egészére. És azt gondolom, hogy azzal a lehetőséggel, hogy egy felkészült csapat megfelelő források birtokában vizsgálhassa ennek a médiapolitikának a hatásait, rá tudtunk mutatni azokra az első pillantásra egyáltalán nem evidens, nem jól látható változásokra és kockázatokra, amelyek ebben a médiapolitikának az eredményeként álltak elő. Ugye, amikor külföldiekkel beszélget az ember és megkérdezik tőle, hogy beváltották-e a média törvények azokat a félelmeket, amelyek elhangzottak, akkor azért azt kell belátnunk, hogy egyébként az a média politika, amit a kormányzat folytat, az annyiban ügyes, hogy erre a kérdésre nincs egy válasz, nincs egy mondatos válaszom. Ezt el kell magyarázni, mert ugye azt látjuk, hogy nem születtek
gigantikus bírságok, nem vezettek rabláncon újságírókat, nem kutattak át szerkesztőségeket, de ami a háttérben a finanszírozásban, a médiapiac szerkezetében átalakítások zajlottak, azok hosszú távon egy olyan torz nyilvánosság kialakulását alapozzák meg, amelyek a következő hosszú-hosszú időszakban lehetetlenítenek el egy értelmes társadalmi párbeszédet, egy értelmes nyilvánosságbeli működést. És ennek a feltárása az sokkal bonyolultabb feladat volt, mint pusztán mondjuk a médiahatóságnak a döntéseiből kiolvasható állításoknak az elemzése. A nagyon fontos jellemzője ennek a mérték média elemző műhelynek, hogy kifejezetten kezdettől fogva nagyon sok szempontú elemzéseket végez, ami a tagjaink háttér tudásából, ismereteiből is adódik. Szándékoltan egy ilyen jellegű szervezetet akartunk létrehozni, amelyben együtt dolgoznak jogászok, szociológusok, közgazdászok és nyilvánvalóan nem utolsó sorban újságírók, akik egy darab újságíró kutatónk van, Mung Attila, aki majd a eredményeinkről fog a következő prezentációban beszámolni azokról a legfontosabb állításokról, amiket a mérték tevékenysége folytán az elmúlt két évben megfogalmaztunk. Tehát ez a sokféle tudás, ami összeadódik, és az a sokféle tapasztalat, ami ezek mögött az emberek mögött áll, az mindenképpen egy nagyon újszerű megközelítést adja a média elemzésének. Mi nem foglalkozunk más témakörökkel, mi egy ilyen nagyon szűk látókörű civil szervezet vagyunk abban az értelemben, hogy a mi tevékenységünk az kifejezetten a médiára fókuszál, de a médiával kapcsolatban igyekszünk mindent és mindenféle szempontból vizsgálni. Néhány eredményről, illetve tevékenységi körről hadd számoljak be, tényleg maguk az eredmények azok a következő előadásnak lesznek majd a tárgyai. Watchdog funkció keretében azért kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordítunk a média tanács működésének a folyamatos elemzésére. Itt tulajdonképpen két fő irányt vizsgálunk. Az egyik az a frekvencia pályáztatás, a másik pedig a média tartalom ellenőrzésével kapcsolatos döntések. A frekvencia pályáztatás az a terület, amelyik első pillantásra sokkal kevésbé érdekes, izgalmas, kockázatos, hiszen ott nem kerül sor semmiféle bírság kiszabására, de ez az a terület, ami hosszú távon képes befolyásolni egy média piacnak a szerkezetét. A frekvencia pályáztatás az a rádiós piacnak a működését érinti ma már, hála Istennek, kizárólag Magyarországon. Televíziós pályáztatásra már nem kerül sor, és már nem is fog a digitális átállás után. Lesznek még különböző televíziós piaci változások, de ezek alapvetően nem a régi értelemben vett frekvencia pályázatok lesznek. És a rádiós piacról azért foglalkozunk nagyon sokat, mert ez az utolsó olyan eleme a média piacnak, ahol az állam közvetlen módon pályáztatás, engedélyeztetés útján beavatkozik a piacnak a szerkezetébe. És azt látjuk, és hadd mutassak ezzel kapcsolatban egy ábrát, egy infografikát, hogy ez a beavatkozás, ez nagyon tendenciózus. Az elnyert frekvencia pályázatoknak egy igen jelentős hányada, a legutóbbi elemzésünkben közel 50%-a az ideológiai értelemben egyértelműen a jobb oldalhoz, illetve a mostani kormányzó pártokhoz kötődik, vagy közvetlen politikai tartalommal, ilyen a Lánchíd Rádió, ez egy helyi rádiókból álló hálózat, ez egy beszélgetős Tók Rádió, amely politikai tartalmakat közvetít, kifejezetten teljesen nyilvánvalóan egy Fidesz közeli vállalkozás, és szinte jelentős mértékben nagyon sok egyházi kötődésű rádió szerzett az elmúlt időszakban a frekvenciát. Itt van egy szép, igen. A kiosztott frekvenciák 48%-a az vallási tematikájú egyház által működtetett rádió. Ezt valójában semmilyen társadalmi statisztikai adat nem igazolja vissza, hogy a magyar társadalomban ez egy feltétlenül szükséges lépéssor lett volna. Tehát a frekvencia pályáztatás az a terület, ahol tudtunk olyan eredményeket felmutatni, ami alapvetően az oknyomozó újságírás körébe is sorolható lenne, amit más nem vett észre. Elvégeztük azt a fáradtságos munkát, hogy az összes pályázatot végigelemeztük, megnéztük az egyes helyi frekvenciákat, ott mi történt az elnyert pályázatokkal, mi történt azokkal a szerződésekkel, amelyeket megkötöttek, és egy nagyon érdekes tendenciákat lehetett megfigyelni arról, hogy mondjuk a jobboldali gazdasági érdekcsoporthoz köthető Lánchíd Rádió az milyen
érdekes jogi trükkökkel kapott lehetőséget egy nagyon gyors és nagyon hatékony terjeszkedésre mondjuk a média piacon az elmúlt két évben. Ezt az elemzést rajtunk kívül más nem végezte el, és azt gondolom, hogy ez egy fontos eredmény, hogy ezt számszerűen igazolható módon ki tudtuk mutatni ezt a tendenciát, amit egyébként az ember csak érezne. A médiatanács működésével kapcsolatban ugye a másik elemzési irány az a média tartalomra vonatkozó szabályoknak a gyakorlata. Itt, ahogy mondtam az elején is, az egyértelműen kijelenthető, hogy nincs nagyon magas bírság kiszabásra példa. Az közvetlen módon nem célja a médiatanácsnak, hogy ilyen egyértelmű beavatkozásokkal lehetetlenítsen el újságírókat, szerkesztőségeket, médiumokat. A fő probléma itt az, ami magából a média törvényből is már nyilvánvalóan következett, hogy a törvény tele van olyan bizonytalan tartalmú rendelkezésekkel, amelyek az újságírói munka számára nem adnak egyértelmű iránymutatást napi szinten, és a média tanács elmúlt 3 éves tevékenységének a legfontosabb tanulsága e tekintetben az, hogy nem segítette az értelmezésnek a tisztázását, továbbra is nagyon jelentős bizonytalanságok vannak a törvény különböző médiatartalmi elvárásainak az értelmezésével kapcsolatban, nem világos, hogy az újságírónak mihez kell tartania magát. És akkor ebből azért az is következik, hogy ennek a médiatörvénynek és az egész médiapolitikának a két legfontosabb pillére az egyrészt az, hogy az ilyen bizonytalan tartalmú szabályok, az teljesen kiszámíthatatlan, a bizalmi viszonyt nélkülöző szabályozási környezet, az felerősíti az öncenzúrát, azt a újságírói magatartást, ahol nincs szükség arra, hogy bármilyen hatóság beavatkozzon és megmondja, hogy mit szabad, mit nem szabad közzétenni. Az újságíró, a szerkesztője és még inkább a média tulajdonos olyanféle visszatartó erőként éli meg ezt a bizonytalan környezetet, ami egyértelműen a sokszínű nyilvánosság rovására ment. Az egyik az öncenzúra erősítése, a másik egyértelműen látható tendencia és következmény ebben a médiapolitikában az egy nagyon szomorú piacszerkezeti folyamat. A politikailag egyértelműen elkötelezett, politikailag motivált vállalkozásoknak a médiapiaci térnyerése, és egyúttal a legfontosabb, legnagyobb elérésű csatornák, televíziók, ingyenes napilapok, országos rádiónak valamilyen módon való becsatornázása a kormányzó pártoknak az érdekköreibe. Ez történhet, ugye, ahogy láttuk, frekvenciapályázatok útján, történhet olyan módon, hogy mondjuk az egyik kereskedelmi televízió, országos kereskedelmi televízió vezetésében ott ül egy egyértelműen a Fideszhez közeli tanácsadó az elnök mellett. Ezt a TV2-t egyébként nagy valószínűséggel egy Fidesz közeli vállalkozás felfogja, vagy felvásárolta, még erről nincs pontos információ, de egyébként az megint csak egy európai és médiatörténeti szinten is igen egy egyedi jelenség lesz, hogyha valóban egy a Fideszhez, vagy bármely politikai erőhöz nyilvánvalóan köthető gazdasági erő szerzi meg az ország második legnézettebb televízió csatornáját. Ez a nyilvánosság normális működésének egyértelműen a ellehetetlenítése. Ugye a rádiós piacon a Klassz FM, mint zenei rádió, megint csak nyíltan és deklaráltan egy Fidesz közeli érdekcsoport, gazdasági csoport működtetésében áll, aminek a híreiről egyébként maga a médiatanács is azt mondja, hogy lényegében nem tartalmaznak más ezek a hírek, csak a kormány pártnak az üzeneteit, tehát teljes mértékben ez elfogult híradás. És ne becsüljük alá ezeknek a jelentőségét, nagyon sokan vannak Magyarországon, akik ezekből a csatornákból tájékozódnak kizárólag. Akkor tovább haladjak a kutatásaink tekintetében. Nagyon fontos kutatásunk az, most már másodszor végeztük el, hogy valóban érdekes kérdés, hogy az emberek honnan szereznek információkat, honnan jutnak hozzá a hírekhez. Mindig felmerül, hogy persze, hát itt a Lánchíd Rádió, senki nem hallgatja, nem érdekes, meg egyébként a TV2, RTL Klub, ugye mint nagy országos csatornák, ezek nem elsősorban a híradóik miatt érdekesek, de az egy nem figyelmen kívül hagyható helyzet, hogy a magyar néző, a magyar közönség jelentős részben, a legutóbbi mérésünk szerint 60% körüli aránya a nézőknek kizárólag ezekből a legnagyobb elérési csatornákból szerzi az információit. És ugye itt akkor egy pillanatra meg kell emlékeznünk a közszolgálati médiáról is, amit szintén nyomon követünk, annak a működését szintén monitorozzuk, nem állítom, hogy teljes következetességgel,
De a össznézettsége mondjuk a magyar televíziónak az igen csekély, az 5-8%-os közönség arány. De a híradója ennek a magyar televíziónak mind a mai napig a harmadik legfontosabb hírforrásként említett híradó. Tehát lehet, hogy az össznézettség az önmagában nem nagyon magas. Itt az a kérdés merül fel, hogy akkor pontosan mire is megy el a 70-80 milliárd forintnyi közpénz ennek a működtetésével kapcsolatban, de a híradónak a jelentősége az ennél lényegesen magasabb. Tehát a befolyásolásra, a manipulációra igenis alkalmas csatornáról van szó. És az internetről ebben a kontextusban nyilván azt érdemes tudni, hogy tehát persze az internet az Magyarországon is szükségszerűen, hogy mondjam, természetszerűleg szabad, és rengeteg forrás, rengeteg vélemény hír férhető hozzá, de kb. 15%-a a közönségnek említi olyanként az internetet, amelyről valóban politikai, gazdasági, aktuális híreket fogyaszt. És ez a 15% ez egy korosztályos, generációs csoport, ráadásul 40 évnél fiatalabbak említik az internetet hírforrásként. Úgyhogy a legnagyobb csatornák befolyásolásával egy érdemi manipulációs lehetőséghez jut bármely politikai erő. És akkor említsük meg, hogy mondjuk az egyetlen, vagy a legnagyobb ingyenes napilap, a Metropol, az szintén egy Fidesz közeli vállalkozás kezében van, és tovább árnyalva a képek, mondjuk az Index, mint egy általam is elsődleges hírforrásként tekintett internetes portál, az szintén egy olyan vállalkozónak a tulajdonában működik, aki nyíltan, bevallottan egy Fidesz közeli gazdasági érdekkörhöz tartozik. Egyértelműen azt lehet mondani, hogy ma még az Index egy megbízhatónak mondható hírforrás, de ez egy nagyon kockázatos helyzet. Bármikor változhat, és mondjuk a választási kampány egy ilyen fontos fordulópont lesz, hogy ezek a csapdák beélesednek-e, ezek a bombák felrobbannak-e, hogy fog viselkedni egy olyan médium, amely mögötte egy gazdaságilag és politikailag elkötelezett szereplő áll egy olyan éles helyzetben, mint a választási kampány. Aztán röviden még néhány eredményünket összefoglalja. Tavaly is és idén is készítettünk egy úgynevezett sajtószabadság indexet. Az idei felmérésnek az eredményeit még nem publikáltuk, ott az elemzés még nem végleges. Ez a sajtószabadság index, ez három pillérből áll, az újságírók, a média tulajdonosok és a közönség sajtószabadsággal, média működésével kapcsolatos véleménye, attitűdjei, ismeretei. Ez nem túl rózsás képet fest a magyar média helyzetről. Ennek a legérdekesebb adata az, hogy nagy egyetértésben mindhárom megkérdezett célcsoport, a közönség, a tulajdonosok és az újságírók egyaránt azt gondolják, mindegyikük 90% körüli arányban, hogy a magyar nyilvánosságban vannak elhallgatott jelenségek, nem képes minden téma megjelenni. Ez egy nagyon érdekes adat, különösen azért, mert mondjuk a média tulajdonosok is így gondolják, és hogyha ők ezt így gondolják, akkor azért az ő ez irányú véleményük az saját tapasztalatokon kell, hogy alapuljon. Ennek az indexnek fontos része az öncenzúra vizsgálata. Megkérdeztük tavaly is, idén is, hogy előfordult-e a gyakorlatában az újságírónak, hogy valamilyen külső megfontolásból úgy döntött, hogy nem tesz közzé bizonyos híreket, Attila meg fogja majd mutatni, milyen válaszok születtek. Meglepően magas arányban vallják be az újságírók, hogy ők maguk szoktak ezzel az öncenzúra gyakorlattal élni. Aztán végeztünk tavaly tartalomelemzést, amiben megvizsgáltuk, hogy hogyan változott a közéleti tartalmak megjelenése a kormányváltást követően. Megvizsgáltunk egy 2008-as, meg egy 2011-es időszakot. 2011-re lényegében ezekből a nagy csatornákból, mint a TV2, meg az RTL, eltűnt a közélet. Gyakorlatilag a híradóikban nem volt közéleti tartalom, azt hozzá kell tenni, hogy ez mára változott, már az RTL Klub híradója az egyértelműen más képet mutat, mint 2011-ben, de 2000, tehát a kormányváltást követően egyértelműen látható volt egy olyan tendencia, ami a fennálló mondjuk politikai hangulatra úgy reagált, és ezt semmilyen fogyasztói attitűdváltozás nem magyarázza ennyire rövid idő alatt, tehát két év alatt nem változik a fogyasztói elvárás ilyen nagy mértékben, hogy mondjuk ötödére csökken a korábbiakhoz képest a közéleti hírek aránya, ami ezt a politikai nyomást ilyen módon tudta kezelni, hogy nem foglalkozott közélettel. Rendszeresen elemezzük a média piac változásait, éppen a tegnapi napon mutattuk be ezzel kapcsolatban egy fontos elemzést, amit soft censorship, light cenzúra elemzésnek neveztünk. Lehetőségünk volt egy nemzetközi kutatásba bekapcsolódni,
Ez alapvetően arról szól, hogy az állami források hogyan befolyásolják a médiapiac működését, mennyi forrás és milyen átlátható módon jelenik meg mondjuk a közszolgálati médiában, hogyan osztja el az állam a különböző állami reklámköltéseit. Itt megint jelentős változásokat látunk a korábbi időszakhoz képest is, gyakorlatilag szinte kizárólag a jobboldalhoz köthető médiumokban jelennek meg az állami reklámköltések. Attila, erről is fog egy kicsit többet beszélni. Idei év, nem fog. Az idei évnek egy új elemzési területe a helyi piacoknak a vizsgálata. Ugye a helyi médiapiacok azok még inkább kiszolgáltatott helyzetben vannak, még kevesebb forrás áll rendelkezésre a normális piaci alapú működéshez. Azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban is ebben nagyon fontos része van a média törvénynek, ami ezt folyamatot lehetővé teszi. Megjelennek azok az önkormányzati média holdingok, amelyek egy kézben tartják a helyi tévét, a helyi újságot és a helyi rádiót. Ilyen módon a helyi nyilvánosság sokszínűségének a lehetősége az meglehetősen beszűkül, helyi szinten gyakorlatilag lehetetlen pusztán piaci megfontolások alapján bevételekhez jutni, kereskedelmi bevételekhez jutni. Ott a helyi, az önkormányzatoknak a pozíciója az nagyon erős. És igen, ami még az idei évben egy fontos programunk, elindítottunk egy nyilvános vitát, egy lehetséges jövőbeli média szabályozásnak a kereteiről. Ez a vita, ez a jövő héten ér el az utolsó előtti állomásához, amikor is a média piac szabályozásáról lesz szó, illetve az önszabályozás jelentőségéről. Ez több állomáson keresztül jutott el ide, és még egy téma maradt hátra a következő évre, a közszolgálatiságnak az újraszabályozása. Ez egy teljes mértékben nyitott, mindenki számára hozzáférhető, kommentelhető vita, amelyhez mi mindig írunk egy-egy vitaanyagot, és felkérünk más szakértőket is, hogy ezt az anyagot véleményezzék. Ez a Facebook oldalunkon keresztül egy sajátos, vagy egy ehhez kifejlesztett Facebook applikációban elérhető, ott kommentelhető, ezeken mindig szervezünk rendezvényt. Annak reményében, hogy ebben a vitasorozatban valamiféle olyan szabályozási, médiapolitikai alapvetés fogalmazódik meg, ami egyszer majd, ha olyan helyzet adódik, akkor bárki, bármely politikai erő számára hozzáférhető lesz, és azt lehet róla mondani, hogy átesett egy olyan társadalmi, szakmai vitán, ami valamiféle legitimitást ad neki, és ahonnan érdemes tovább gondolni ezt a jövőbeli szabályozást. Törekszünk arra egyre határozottabban, hogy nemzetközi kapcsolatokra tegyünk szert, az elemzéseink megjelennek a Freedom House jelentéseiben, az Európa Tanács több anyagunkat hivatkozta, az Európai Parlament elég került jelentésben, nagyon nagy terjedelemben foglal, vagy vett át a mértékanyagaiból. Mindenképpen fontos küldetésünk, hogy színesítsük a támogatóink körét, de ahogy mondtam, alapvetően az Open Society Foundation volt az, akinek a kezdeményezésére létrejöttünk. Az elmúlt időszakban számos pályázatot adtunk be más donorokhoz. Ebben nincs könnyű dolgunk, a mi tevékenységünk az nem olyan, amivel embereket lehet mozgósítani, tehát mi nem számíthatunk arra, mint az átlátszó, hogy lesznek előfizetőink, csak arra számíthatunk, hogy lesznek olyan donorok, akik a szakmai tevékenységünket fontosnak tartják, és úgy gondolják, hogy ezt a tevékenységet érdemes folytatni. És nagyon remélem, hogy önök is találkoznak az elemzéseinkkel, amelyek egyébként angol nyelven is hozzáférhetőek az oldalunkon, jelentős számban és jelentős terjedelemben. Köszönöm szépen!